Sziasztok! Ez itt Bazska nagyobb, hosszabb, vágatlan kiadásban. Szerintem most már viszonylagosan sokan tudjátok, hogy amivel még így szombaton eljátszottunk az Eliubban, az már elég keserű valósággá vált, mert hogy megvolt az első pozitív teszt az NBA-ben koronavírus ügyben Rudy Gobernél, azóta már a csapattársa Emmanuel Mudiéi is pozitív tesztet produkált, úgyhogy miközben már azért belengedték, hogy zárt kapus meccsek lesznek, ehelyett az történt, hogy úgy, ahogy van, felfüggesztették az NBA szezont. Nagyon fontos, hogy nem cancel, tehát nem törölték, hanem suspended, felfüggesztették. Hogy az mit jelent, arról még most senkinek nincsen semmi fogalma. Ma, ami meccs már elkezdődött, azt befejezték, de rengetegről hazaküldték már a nézőket, mint ahogy ezt teszik egyébként Európában, meg szerte a világon mindenhol. Van, aki lehet, hogy azt gondolja, hogy ez ilyen túlreagálás. Az a helyzet, hogy miközben ez valóban egy influenza is, egy csomó dolog amellett szólna, hogy ne pánikoljunk. Nem is kell pánikolni, hanem a cél az az, hogy a görbét azt kilapítsuk, tehát az eset növekedés számot próbáljuk meg kezelhetővé tenni azok miatt, akiknek kórházi ellátásra van szüksége. Rengeteg embernél ez át fog egyszerűen csak menni a szervezetén, de akinek kórházba kell vonulnia, ott olyan forgalmi dugó várható, ami kaotikus állapotokat okozhat, és ezért szükséges az, hogy csökkentsük a találkozásokat, az érintkezéseket, a fizikai kontaktust, a lehetőséget, hogy valaki az arcunkba köhögjön. Ezért lép az NBA is, először a nézőkkel, most pedig a játékosokkal. Úgyhogy ezt tanácsolom nektek is, hogy próbáljátok ezt komolyan venni, hogy nem menjetek nagyon zsúfolt helyekre. És azt olvastam, hogy nagyjából 2 méter az a távolság, ami alatt elkaphatott cseppfertőzéssel, aztán, hogyha köhögnek, akkor kvázi ez leesik a földre a köpet vagy a permet, és arra még nincsenek, amennyire én tudom, számok, hogy mennyi ideig marad meg egyébként a kórokozó kilincsen, fogason, stb. Az előző SARS vírus azért elég sokáig erre képes volt. De hogy amit meg tök érdemes, meg érdekes tudni ezzel kapcsolatban az, hogy a számok, amiket látunk megbetegedéseknél, az mindig nagyon csalóka lesz, és ne ezeknek higgyetek, sokkal inkább azokból lehet elkezdeni egyébként sajnálatos módon következtetni, ahol már történt haláleset, mert pontosan a halálesetek számából tudják azt, hogy mennyien lehetnek ténylegesen fertőzöttek, és hogy ez a görbe, ez hogyan változik exponenciálisan visszafelé számolva a fertőzésekkel. De nem akarok orvoskodni, mert nem vagyok orvos. Teszek be linkbe egy cikket, amit szerintem marha érdemes és érdekes elolvasni. Ha más nem olvasol el, akkor szerintem ez legyen, angol nyelvű, elég hosszú, de elég jól körbejárja ezt a sztorit. Mit jelent ez a gyakorlatra nézve? Hát egy ideig valószínűleg nem lesz a Sport TV-n NBA meccs. Az, hogy lesz a szombaton Eliup, azt még én se tudom. Én nagyon szeretném, hogy legalább most szombaton még legyen. Aztán meglátjuk, hogy szerintem lenne egyébként miről beszélni, lehetne prima történelem órákat tartani, de hát ez értelemszerűen nem az én döntésem. Az biztos, hogy a csatornán lesznek anyagok, be lehet pótolni lemaradásokat, befejezhetem a Seattle-ös anyagot, amit már belengedtem nektek, már csak meg kéne vágni a top 10-es listát, megbeszélhetünk bármiről, hogy kihúzzuk ezt a remélhetőleg csak néhány hetet. Mondom, a cél az az, hogy kilapuljon ez a görbe, hogy eloszoljanak a megbetegedések, azért most már Amerikába beutazni se lehet péntektől, szóval azért az látszik, hogy tényleg összefog a világ, hogy valamennyire kordában lehessen tartani ezt a sztorit. Úgyhogy ez az így rövid, gyors update tőlem, mostantól nincsenek meghatározatlan ideig NBA meccsek. Ti is vigyázzatok magatokra, ne vegyétek a dolgot félváról, ne is reagáljátok túl, de figyeljünk egymásra, meg magunkra. Nézzétek a csatornát, hogyha unatkoztok, mert otthon kell maradni, talán vannak anyagok, amik visszamenőleg is érdekesek, én pedig próbálom majd ebben az időszakban hozni, szolgáltatni hétvégente a cuccokat, mert hát hétközben továbbra is azért megy a meló. Úgyhogy Bazska voltam, köszi a figyelmet, legyetek jók, ciao.